Kölcsökösségben 1998-ban készült el a szennyvíztelep, ekkor még szippantókocsival hordták be a szennyvizet. Ezt követően 2005-ben kiépült egy szennyvízhálózat, amely Kölcse, Fülesd és Sonkád településének teljes lefedettséget biztosított. Ekkor épült meg a tisztítótelep első üteme is. Az üzemeltetés alatt a települések csatornába történt bekötése átlagosan 62%-on mozgott, így a szennyvíz tisztítótelep jelentősen túlterhelt volt. 2014-ben 6 milliós állami támogatással elkészültek a tanulmánytervek, 2016. szeptemberében aláírtuk a kivitelezővel a megvalósításhoz szükséges szerződést, illetve 268 milliós állami támogatással sikerült eljutni a mai naphoz, hogy át tudjuk adni az új szennyvíztelepünket. A korábbi túlterheltség jelentős veszélyt jelentett a környezetre is. Ez az új tisztítótelep 260 köbméter per nap hidraulikai kapacitást tud megtisztítani, azt úgy kell elképzelni, hogy átlagba ennyi víz tud rájönni. Ez körülbelül 2-3 ezer embernek a szennyvízének felel meg, tehát így van kalkulálva, és alapvetően egy speciális, jól bevált aerob technológiával tisztítjuk meg a vizeket. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy meglevegőztetik a vizet, ennek során pedig a mikroorganizmusok, baktériumok lebontják azokat az anyagokat, amelyek közvetlenül a felszíni vizekbe kerülve komoly károkat tudnak okozni. Hasonló korszerűsítésre más településeken is szükség lenne. Beszéltem Tivadarról, Kisarról, Nagyarról, de mondhatnám Darnó, Jángmajt is, Csegöld, tehát érzékeny vízbázisú területen van még teendőnk, nem csak itt a szatmári részen, hanem még a Felső-Szabolcsi részen is. Itt ezen dolgozunk, hogy lehet majd ezeket a településeket is bevonni, de itt visszatérve a helyi beruházáshoz, itt működött már korábban is, ez egy szennyvíztelep, tisztítótelep korszerűsítés volt. Ez a 21. századi magyar fejlesztésű rendszer 270 millió forintból épült meg Kölcse határában.